Kényesek lenni a Ferencváros pályáján, és 3 perc egyébként a hosszabbítás, ott változatlanul 3-1 arányban vezet a Ferencváros a Debrecen ellen, tehát jelenlegi állás szerint nem győzöm hangsúlyozni, hogy a Ferencváros a bajnok. Itt pedig mindössze 2,5 perc van hátra az összecsapásból. 1-1 az MTK Újpest mérkőzés állása. Halmai játsza hátra a labdát, aztán ő kapja vissza, Zavacki kéri, Zavackihoz szinte ragadt a passz, és megtartja a labdát. Az MTK Jezdimirovicsé, Jezdimirovics most ki fogja játszani a bal oldalra, nem tudja megszerezni az Újpest, az MTK valósággal eldugja most a labdát a lilafehérek elől. Jezdimirovics, majd Zavacki, 30 méter, most már csak 14 méter, kapu fölé rúgja a labdát. Nem ért hozzá újpesti játékos, Vlaszák robog, és villámgyorsan el fogja végezni az újpestiek kirúgását. 92. perc már. Vlaszák íveli át a másik oldalra a labdát. Nem sikerült megcsúsztatni azonban az újpestieknek, tehát megint csak a védőknek kell birkózni Torgellével. Torgelle szabálytalankodik. Sallóit láthatjuk közben az újpestiek részéről, és megint jön előre az újpesti próbálkozás. Rajci. Ki a szélre, de nagyon szűken tette a labdát. Kivágják az MTK játékosok az oldalvonalon kívülre. Egyre reménytelenebb helyzetben az Újpest. 92. perc vége, Farkastól hátra, most már föl kell ívelni a labdát. Nagyon rövid az idő. Megint kifejeli a védelem, megint nem tudta birtokba venni, ezúttal az erőre húzódó Vancák, aztán Tóth Norbert emeli középre a labdát, ezt is kifejeli az MTK, Szabó Otto megszerzi, és most már pusztító szándékkal, el a kaputól, el a térféltől jelszóval átrúgja a másik oldalra. 93. perc. Vlaszák. Torgelle. És időközben a Ferencváros pályán lefújták a mérkőzést, tehát a Ferencváros pályán mindenki arra vár, hogy vajon mi lesz a végeredmény itt a Puskás stadionban. Egyelőre még nem mernek ünnepelni, az Üllői úton megvárják, hogy mi lesz ennek a találkozónak a végeredménye, hiszen itt még másodpercek hátra vannak az összecsapásból, Sinek a 16-oson belül, belövi középre a labdát, Fecesi mögé megy azonban a passz. Még talán egy utolsó támadásra van lehetőség az Újpestnek. Juhár fölíveli a labdát, és e pillanatban vége a mérkőzésnek. Az Újpest nem tudott véget élni a lehetőséggel. Egy-egy a végeredmény. Mésző Géza számára, aki csodát csinált ezzel a csapattal, nem jött össze az utolsó mérkőzés. A szó pedig most az Üllői úti Lédere Rákosé. Köszönöm szépen, hát azért hallottam, hogy a miért a szó. Hát önök hallják, ami itt van. Hát mondanom se kell, hogy már mi nem fértünk el a kommentátor állásban itt a végén, mert minden Ferencvárosi szem a monitorra szegeződött, és most már kijelenthető, hogy bajnok csapat a Ferencváros 2003-2004-ben, amit nagyon, de nagyon kevesen hittek volna a forduló előtt, az bekövetkezett. Tiéd a szó, András. Itt emeltem Szűs Lajos, a bajnok Ferencváros kapusa. Sikerült. 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 Nem tudok mit mondani. Ez a mérkőzés fantasztikus volt. 3-1-re győztetek a Debrecen ellen, a nagy rivális Debrecen ellen. Odaállt az MTK, megtette azt, ami szükséges volt ahhoz, hogy bajnokok legyetek. 1-1 lett az újpesteni mérkőzés. Mit lehet ilyenkor mondani? Azt, hogy a kisfiam azt mondta, hogy apa, bajnokok lesztek. És bajnokok lettünk. Örülök, hogy végül is tisztességes volt a bajnokság végkimenetele. Különböző gondolatokat szerte fosztattak. Nagyon boldog vagyok. Köszönöm mindenkinek, ennek a fantasztikus közönségnek. És ha Ferencváros megint bemutatta, meg bebizonyította, az akkor tudja elni, amikor legjobban szükséges. Mi lett, mit le? Pintér Attila érkezett meg ebben a pillanatban, és már rohan is tovább. Szóval egyelőre, egy pillanatra kérném szépen a Lajos, még állj meg egy másodpercet, ez a sapka, ez magáért beszél. Nagy ünneplés lesz most? Nagyon nagy lesz. Köszönöm szépen, és gratulálok a győzelmhez.